kevés alma nyomott áron. Mindössze 17 forintért veszik át a léalmát kilogrammonként a termelőktől. A tavaszi fagykár és a nyári jégkár sok helyen a termés 80-90%-át is tönkretette. Árvízi biztonság. Kiváló állapotban vannak a túrmenti védművek. Ma tartotta őszi felülvizsgálatát a Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság. Éltek a lehetőséggel. A jogosultak nagy része, 3000 lány közül összesen 2600 kérte az ingyenes HPV elleni védőoltást idén szeptemberben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Mindössze 17 forintért veszik át a léalmát kilogrammonként a termelőktől, sokaknak viszont ez az egy lehetőségük van a gyümölcs eladására. A Kölcsei Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket! A tavaszi fagykár és a nyári jégkár sok helyen a termés 80-90%-át is tönkretette, így nagy részét nem tudják étkezési almaként eladni. Ha megnézzük közelebbről, akkor látható, hogy ilyen parásodás az alján. Ezt fagylésznek nevezzük, ez általában az alma oldalán is létre szokott jönni, ez a fagynak a hatása. A fa alatti lehullott almák nagy része ehhez hasonló. Szabolcsi Attila elmondása szerint alig egy hete estek le a gyümölcsök. Ez a hirtelen romlás is a tavaszi fagy hatása. Ideális esetben akár egy hónapig is épségben maradnak az almák a fa alatt. Ez a termés így már léalmának sem jó. A tavaszi fagykár nagyon jelentős volt. Virágzáskor egy olyan -4-5 fokos hideg a termésnek a nagy részét elpusztította. A nyári jégkár az itt nem jelentkezett. Tudom nagyon jó, hogy a megyem többi részén ez problémát jelentett, nálunk ez, hál' Istennek, nem jelentett problémát. A termésmennyiség az úgy néz ki körülbelül, most már egy október végén, sajnos a szezon végén járunk a betakarításnak, tehát most már látom, hogy körülbelül egy olyan 85%-a a termésnek az kiesett. A betakarítás idejét most ősszel a csapadékos időjárás meghosszabbítja, a mennyiség pedig a vártnál is kevesebb lesz. Ez főleg az étkezési almánál jellemző, de a becslések szerint a feldolgozók is az átlagnál 30%-kal kevesebb gyümölcsöt vásárolhatnak fel. Egy másik probléma az olcsó lengyel alma megjelenése a magyar piacon. A hazai termelők több okból sem versenyképesek ezzel. Erről Takács Ferenc beszélt 35 perc című műsorunkban. Intenzívebbek a kertek. 89-ben Lengyelországban volt egy hatalmas fagy, amikor szinte az összes alma ültetvény elpusztult, és ekkor megkezdődött egy rekonstrukció, és a 90-es évektől az összes alma ültetvény szinte megújult, és ugye az egy modern, új szellemiséget tükrözött, míg nálunk ez a folyamat sajnos még most is gyerekcipőben jár. Tehát még most is találkozunk 40 éves ültetvényekkel, a TSS időszakból visszamaradt és a privatizáció során visszakapott almafákkal, amelyekről minőségi terméket olcsón, hatékonyan előállítani nem lehet. Az étkezési almát most kilogrammonként 60-70 forintért, míg a léalmát 17-18 forintért tudják eladni a termelők. Az előzetes becslések szerint idén nem éri majd el az 500 ezer tonnát a betakarított alma mennyisége, pedig ez volt a sok éves átlag Magyarországon. Az étkezési alma haza is szükséglete egy 100 ezer tonna körül van. Ez a mennyiség talán szűkösen, de a hűtőházak nincsenek most telerakva, sajnos az udvaron ott vannak az üres ládák, a kereskedők se és a tészek se vásároltak most olyan mennyiséget a tavalyi évben, ahogy nem jól sikerült a kitárolás, most óvatosabbak. Én úgy gondolom, hogy ez az ár nem indokolja, és a mennyiség, hogy ilyen olcsón találjanak gazdát ezek az alma leszedett gyümölcsök. A jég- és fagykárosult gazdák a kárenyhítési alapból kaphatnak forrást a hozam kiesés pótlására, viszont a következő agrárkörnyezetgazdálkodási támogatásokra az almatermesztők már nem pályázhatnak. Ez pedig nagy hátrányt jelent majd a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gazdáknak, mivel az ország almatermésének 65%-át a térség adja több mint 12 ezer hektár nagyságú területről. Kiváló állapotban vannak a túrmenti védművek. Ma tartotta őszi felülvizsgálatát a Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság.
A szervezet szakemberei, a rendőrség és a katasztrófa védelem képviselői Nagy Hódos térségében tájékozódtak az eddig elvégzett árvízvédelmi munkákról, a töltések és a műtárgyak állapotáról, valamint a túr és vízrendszerének fejlesztési irányairól is. Bakk István Gátőr tesz jelentést Kozma Péter megyei kormány megbízottnak az árvízvédelmi szemlén. A megyei védelmi bizottság elnöke személyesen tájékozódott a szemlén a Gátőr körzetéhez tartozó védelmi művek állapotáról, az elvégzett vagy folyamatban lévő munkálatokról, a gátőrházak és a technikai eszközök meglétéről. A kormány megbízott elmondta, legutóbb a 2001-es árvíz mutatta meg, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét fokozottan veszélyeztetik a területén áthaladó folyó árhullámai, ezért elengedhetetlen a töltésrendszerek és az árvízvédelmi létesítmények kiváló állapotban tartása és az ehhez szükséges eszközállomány biztosítása. Azért fontos, hogy meggyőződjünk egyrésztről a védművek, a gátak, a zsilipek állapotáról, a szakemberek felkészültségéről, arról, hogy az informatikai rendszer, tehát a vízjelző szolgálat a Kárpáton túl, illetve a határon túli területekről érkező vízügyi szakemberek jelzései mennyi idő alatt érnek ide, és mennyire érkezik be az operatív központba, a katasztrófavédelmi központba, nevezetesen, hogy kellő időben, kellő erőkkel fel tudjunk készülni az árvízi védekezésre. A túr hazai, mintegy 30 kilométeres szakasza árvízvédelmi szempontból veszélyesnek számít, mivel a folyón rendkívül gyorsan alakulnak az árhullámok. A határon túli területekről rövid idő alatt Magyarországra érkezhet egy nagyobb árhullám, valamint a Tisza irányából is fennáll vízhelyzet kialakulása. Ez történt 2001-ben is, amikor a kárpátaljai gátszakadások miatt a Tiszán keresztül lezúduló víz átszakította a túr gátjait is, és több folyómenti községet árasztott el. Ezért fontos, hogy a vízügyi szervezet a már kiépített távjelzőrendszer segítségével időben információkat kapjon a folyók külföldi vízgyűjtőin kialakult állapotokról, karbantartsa a védműveit és műtárgyait, valamint lehetőség szerint fejlessze a töltésrendszereket. A védművek kiváló karbantartottsági állapotban vannak, az árvízvédelmi töltések földanyaga, koronája rendben van, műtárgyak szintén mindenütt működőképesek, a zsilipek jól zárnak, közfoglalkoztatotti program keretében több mint 100 embert foglalkoztattunk a térségben, ezek az emberek kiváló munkát végeztek. Bodnár Gáspár hozzátette, a kedvező helyzet ellenére szükség van a túr vízrendszerének továbbfejlesztésére. Közlése szerint előkészítés alatt van a Tisza túr közi árapasztó tározó megépítése. Elkészült tervek vannak a magyar-ukrán-román hármas határon a felső túri tározóra, valamint rendelkezésre állnak a túr torkolati szakaszának balparti töltésfejlesztési tervei is. A jogosultak nagy része, 3000 lány közül összesen 2600 kérte az ingyenes HPV elleni védőoltást idén szeptemberben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Az oltóanyag a méhnyakrák ellen nyújt védelmet, amely ma hazánkban a negyedik leggyakoribb halált okozó betegség a nők körében. A 2014-ben indult nemzeti védőoltási programban az elmúlt években összesen már 150 ezer térítésmentes vakcinát adtak be országszerte. Szeptember közepéig igényelhették a méhnyakrák elleni védőoltást azok a 12. életévüket betöltött lányok, akik idén kezdték az általános iskola 7. osztályát. A humán papillomavírus elleni vakcina a méhnyakrák megelőzésére is szolgáló védőoltás. A vírusnak több mint 100 alfaja van, ezek közül körülbelül 13 okozhat rossz indulatú daganatot, 2-nél 70% erre az esély. A vakcinával azonban nagyfokú védettség érhető el. Több mint 90%-os ugyanakkor a védettség, mert kereszt reakciók révén a többi szerotípus ellen is védelmet nyújt az oltás. Tehát mindenképpen ajánlott, nem csak méhnyakrákot okozhat maga a vírus, hanem gyakorlatilag orális, anális és szexuális, illetve hüvei úton történő fertőződésről is szó lehet, akár petting és bőrkontaktus útján is. Tehát gyakorlatilag a szexuális kórokozók közé tartozik maga a vírus, és természetesen azoknak ajánlott, akik még nem igazán élnek szexuális életet.
A védettség kialakulásához 2 oltásra van szükség 15 év alatt, az idősebbeknek viszont már 3-ra. Fontos azt is kiemelni, hogy minden adagra szükség van a teljes védelemhez. Ezeket a vakcinákat az iskolaorvos vagy az iskolai védőnő adja be a lányoknak. A vírus szemölcsöket, valamint jó és rossz indulatú daganatokat egyaránt okozhat. Nagyon sokszor észrevétre marad. Pont ezért veszélyes. A vírust pont ezért szűrővizsgálatok is segítik a kimutatásban. Akkor nyújtunk teljes védelmet a nők számára, hogyha nem csak a védőoltást adattuk be, hanem azért későbbiekben a rendszeres szűrővizsgálaton is megjelennek a nők. Tehát nem csak a daganatot magát, hanem a daganatot megelőző állapotot is ki lehet mutatni, és ennek segítségével megelőzhető gyakorlatilag a betegség. De korai stádiumban gyógyítható is. Idén szeptemberben 3000 diáklány volt jogosult a térítésmentes oltásra Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Közülük 99% jelzett vissza is, 85%-uk kérte az oltóanyagot. Így összesen 2600 vakcinát rendeltek a megyében. A védőoltás azért is lenne fontos minden fiatal lánynak, mert a statisztika azt mutatja, a méhnyakrák a negyedik leggyakoribb halált okozó betegség ma hazánkban. Emeli bruttó 3-3 forinttal a 95-ös benzin és a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát szerdán a MOL, értesült piaci forrásokból az MTI. Az emeléssel a benzin átlagára 349-350 forintra, a gázolai 364-365 forintra nő. A gázolaj átlagára legutóbb múlt pénteken változott, bruttó 2 forinttal drágult, a benzinára stagnált. A benzinár 2012. április elején érte el csúcsát, akkor 1 liter átlagosan 451 forintba került. Az autósok továbbra is 15-25 forintos különbséget is tapasztalhatnak a töltőállomások árai között. Ismét baleset történt a 38-as számú főúton Rakamaz és Tokaj között ma délelőtt. Egy kishaszon jármű éppen visszafordult az úttesten, amikor egy előzésben lévő kis teherautóval ütközött. A helyszínről a kishaszon jármű vezetőjét szállították kórházba. Gyalogost ütött el Nyíregyházán a Vasgyár utcán egy személygépkocsi. A gyalogos nem a kijelölt átkelő helyen próbált átkelni az úttesten, amikor egy szabályosan érkező autós elé fék távolságon belül lépett le. A középkorú nőt a mentők súlyos sérülés gyanújával szállították kórházba. Szinte rendszeresek a rongálások Nyíregyházán, a leggyakoribb a hétvégi vandalizmus. A témáról a folytatásban, előtte nézzük, mi lesz még a híradóban. Egy pontot szerzett Siófokon, ezzel megőrizte második helyét a tabellán a kisvárdai futballcsapat. Az NB3 14. fordulójában lejátszott mérkőzés 0-0-ás döntetlennel zárult. Révész Attila együttese vasárnap a Nyíregyháza Spartakuszt fogadja. Megszerezte 3. győzelmét az amatőr nemzeti bajnokságban a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszki Gyuláné együttese Miskolcon a DVTK U23-as csapata ellen nyert 80-61-re. Az NKS-hez szombaton a Kislenke kosársuli érkezik. Szinte rendszeresek a rongálások Nyíregyházán, a leggyakoribb a hétvégi vandalizmus. A közelmúltban például a város egyik ipari műemlékében okoztak kárt, a Hősök terén kiállított villamos egyik üvegét törték be. A városgondnok televíziónknak azt mondta, a legtöbb esetben szórakozásból hazafelé tartó fiatalok rongálnak, viszont egyre több esetben lebuknak a tettesek, mivel a városban mintegy 150 kamera figyel. Nyíregyházán a Búzatéren és környékén sok a szórakozó hely, az ittas emberek sok esetben rongálnak itt is. Van, aki például hazafelé menet elforgat egy táblát, ez is egy ilyen eset. A parkoló táblát 180 fokkal fordították meg, az információk így logikátlanul a kereszteződés felé haladva olvashatók. A tér másik részén ezt a biztosító szekrényt döntötték le, már helyreállították a dobozt, de az elhajlítás nyoma még látszik. Szintén a Búzatéren van ez a lámpa, ennek a burkolatát törték össze. Hogy mikor fordulnak elő ezek az események? Hát általában hétvégén, amikor a fiatalok jó időnek köszönhetően többen is elindulnak, és megfeledkeznek magukról. Egy pár pohár elfogyasztott alkohol után nyilván már nincs olyan önkontroll, és akkor esetleg tárgyakba belekötnek, vagy megrongálnak ilyeneket.
remélem, hogy a fiatalok ettől tartózkodnak, ugyanis a város területén közel már 150 kamera figyeli a város területén lévő cselekményeket, és így a szakemberek oda tudnak rá jobban figyelni, és ki is tudják szűrni. Gyakori még, hogy a sebességkorlátozó táblákat lopják el, legtöbbször szülinapokra viszik például a 30-as táblákat. A falak is csalogatják főként a graffitiseket, és a játszóterek is célpontok. Ahol én lakom, ott előttünk van egy játszótér, és ott például pont a múlt hétvégén még majdnem oda is mentem, csak nem mertem oda menni, hogy mi történik. A kirakott ilyen körforgókat, vandál módon tördelték, mert nagyon hangosan valamivel verték, vagy ütötték, nem tudom. Szent Miklós óvodában dolgozom a Sip utcán, és hétvégenként tapasztaljuk, hogy a lépcsőre leülnek a fiatalok, ott hagyják a szemetet, esetleg csúnya dolgokat művelnek ott, és hétfőn reggel ez a kép tárul a bejövő szülők elé. Nem gondolom, hogy ez helyes dolog, mindenképpen értelmetlennek tartom. És azt gondolom, hogy a fiatalok, akik rongálnak és randalíroznak éjszakánként, sokkal hasznosabban is eltölthetnék az idejüket. A rongálások több milliós plusz költségeket jelentenek, vannak olyan helyek, ahova rendszeresen visszatérnek a vandálok, ilyen például Nyíregyházán a Hősök tere legutóbb és újra a kiállított villamost rongálták meg. Október 1-én éjfél körül Nyíregyháza egyik műemlékét a Hősök terén kiállított villamost rongálták meg, eddig ismeretlen tettesek. A térfigyelő kamera rendszer rögzítette a bűncselekmény elkövetését. A felvételeken jól látható, hogy egy 8-10 főből álló fiatal társaság két tagja fölmászik a villamosra és megrongálja annak ajtaját. A rendőrség nagy erőkkel keresi az ismeretlen elkövetőket, amihez a lakosság segítségét is kérjük. A rendőrség honlapján a polisz.hu oldalon közzétettük a térfigyelő kamera által rögzített fényképfelvételeket. Ez a térfigyelő kamera rögzítette a történteket, az elkövetők akár 3 évet is kaphatnak, hiszen műemléket rongáltak, ez súlyosbító körülmény. A rendőrök a napokban Tiszavasváriban fogtak el rongálással gyanúsítható fiatalokat, vélhetően ők virágboltban, telefonfülkében és síremlékben is kárt okoztak. Egy pontot szerzett Siófokon, ezzel megőrizte második helyét a tabellán a kisvárdai futballcsapat. Az NB3 14. fordulójában lejátszott mérkőzés 0-0-ás döntetlennel zárult. Révész Attila együttese vasárnap a Nyíregyháza Spartakuszt fogadja. A Mosonmagyaróvártól elszenvedett 3-1-es hazai vereség után azzal a céllal utaztak Siófokra a kisvárdaiak, hogy pótolják az elvesztett pontokat. A hazaiak 3 egymás utáni vereséget követően nagyon megerősítették hátsó alakzatukat, és mivel a vendégek is ügyeltek a biztonságra, viszonylag ritkán forogtak veszélyben a kapuk. Ennek ellenére nem volt unalmas a mérkőzés, akadtak helyzetek mindkét oldalon, de mivel azok kimaradtak, mindkét csapat 1 pontot könyvelhetett el a neve mellett. Maximálisan elégedett vagyok az X-szel. Játékban talán többek voltunk, mint a Siófok. Nagyon jó hozzáállást tanúsított a csapat, viszont az ellenfélről is ugyanez elmondható, nagyon agresszíven játszottak, több olyan párharc volt, amely az utóbbi időben nem volt jellemző rá a mérkőzésekre, és mindenképpen szerettük volna megszerezni a győztes találatot, de azt gondolom, hogy abban a állapotban voltak most a játékosok a 3-1 után, amely ezt nem tette lehetővé, talán a görcsösség érződött, és néhány olyan helyzetünk volt, amelyeket illetve a gorváltani, de emiatt nem sikerült. Hozzáteszem, hogy volt a Siófoknak is. Első fél időben volt egy nagyon szép Iváncsis védés, és összességében elégedettek lennünk. Külső szemlélőknek biztosan egy nagyon jó mérkőzés volt. A kisvárdaiak középpályása Fodor András szerint tipikus egy gólos meccset játszottak, amelyik csapat gólt szerzett volna, az meg is nyeri a mérkőzést. Nyerni szerettünk volna mindenképpen Siófokon. Ezért meg is tettünk mindent, úgy gondolom, a srácok jó harcoltak, igaz, én csereként szártam be, de próbáltam a legjobbat nyújtani. Cseri Tominak akadt egy nagyon nagy helyzet, amit sajnos nem sikerült neki gólra váltani. Talán az, hogyha bemegy, akkor ezen a mérkőzésen egy 1-0-ával be tudtuk volna ezt a mérkőzést húzni. A forduló további eredményei a következők: Nyíregyháza Spartakusz Puskás Akadémia 0-2, Cegléd Budaörs 3-0, Vác Szeged 1-0, Grosics Akadémia Soroksár 1-2, Dorog Szolnok 1-0, Mosonmagyaróvár Sopron 1-1,
Csákvár, Cigánd 1-1, Balmazújváros, Kozár Misleny 1-0 és Zalaegerszeg Békéscsaba 2-2. A tabella élén a 29 pontos Balmazújváros áll, megelőzve az egyaránt 25 pontos Kisvárdát és Puskás Akadémiát. A Kisvárda a következő fordulóban a 8. helyezett Nyíregyháza Spartakusz fogadja. Megszerezte harmadik győzelmét az amatőr nemzeti bajnokságban a nyíregyházi kosársuli. Farkasinski Gyuláné együttese Miskolcon a DVTK U23-as csapata ellen nyert 80-61-re. Az NKS-hez szombaton a Kislenkek kosársuli érkezik. A nyíregyháziak miskolci vendégjátéka a múltban rendszeresen paráscsatákat hozott, az élvonalbeli DVTK utánpótlás együttesének felnőtt csapatnál is számításra vett játékosai bizonyítani akarták, hogy jobbak a szomszédvár kosarasainál. A legutóbbi találkozó elején is vezetett a házigazda, de az első negyed már 21-15-ös NKS vezetésére zárult. A második 10 percben 9 ponttal szereztek többet a vendégek, a harmadik negyedben pedig újabb 15 pontot tett hozzá előnyéhez Farkasinski Gyuláné együttese. A folytatásban így az is belefért, hogy az utolsó negyedet elveszítsék a nyíregyháziak, győzelmük így sem forgott veszélyben, végül 19 ponttal nyert a vendégcsapat. Az első percekben úgy nézett ki, hogy lesznek talán izgulni valók a mérkőzésen, de egy 5 perc után rendeztük sorainkat, és mindenki azt tette, ami a dolga volt, tehát mindenki pontosan kosárlabdázott, váltogattuk a védekezést, a zóna védekezést és az emberfogásos védekezést váltogattuk. Ez egy picit talán megzavarta az ellenfelet. Belekényszerítettük őket olyan eladott labdákban, amiből könnyű zicsereket tudtunk dobni. Bátran becserélhettük már ebben a részben is a fiatalokat, tehát mindenki helyek közel az elegendő játékidőt kapott. Pap Klaudia, aki 21 ponttal járult hozzá a győzelemhez, elégedett volt a csapat teljesítményével. Nagyon összeszedetten játszottunk, igaz az első negyed, az még nem nagyon mutatkozott meg, de második fél időre igazából felébredtünk, és a mi játékunkat tudtuk játszani végig. Nagyon jól éreztem magunkat. Az amatőr nemzeti bajnokság keleti csoportjában az eddig 3 meccset játszó Vasas Akadémia, Szeged és Debrecen 100%-os. Mögöttük a nyíregyházi kosársuli áll 3-1-es mutatóval. Az NKS szombaton a Kislenke kosársulit fogadja a Szent Imre gimnázium csarnokában. Új edzője van a Nyíregyháza Spartakusznak. A távozó Mátyus János helyét a korábban az élvonalban Pápán, Pécsen és Mezőkövesden is dolgozó Weber György veszi át. Az új tréner a szerdai Kozár Mislenyi Magyar Kupa mérkőzésen ül majd először a Spari kispadján. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Mindössze 17 forintért veszik át a lialmát kilogrammonként a termelőktől, sokaknak viszont ez az egy lehetőségük van a gyümölcs eladására. A tavaszi fagykár és a nyári jégkár sok helyen a termés 80-90%-át is tönkretette, így nagy részét nem tudják étkezési almaként eladni. Kiváló állapotban vannak a turmenti védművek, ma tartotta őszi felülvizsgálatát a Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság. A szervezet szakemberei, a rendőrség és a katasztrófa védelem képviselői Nagy Hódos térségében tájékozódtak az eddig elvégzett árvízvédelmi munkákról, a töltések és a műtárgyak állapotáról, valamint a túr és vízrendszerének fejlesztési irányairól is. A jogosultak nagy része, 3000 lány közül összesen 2600 kérte az ingyenes HPV elleni védőoltást idén szeptemberben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Az oltóanyag a méhnyakrák ellen nyújt védelmet, amely ma hazánkban a negyedik leggyakoribb halált okozó betegség a nők körében. A Kölcsei Televízió híradóját látták október 25-én kedden. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk Önöket. Műsorainkért és további hírekért addig is látogassák honlapunkat. Köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap délután már napsütésre is számíthatunk. Hideg front vonul át felettünk az előttünk álló éjszakán, amely sokfelé okoz csapadékot. A front mögött szerdán több fokkal hűvösebb és egyre szárazabb levegő áramlik fölénk. Éjjel többnyire erősen felhős, borult lesz az ég, eső, zápor várható.
a délnyugati, majd az északkeletire forduló szél helyenként megélénkül. Reggelre általában 9 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben eleinte többnyire erősen felhős lesz az ég, majd felszakadozik, csökken a felhőzet és délután kisüt a nap. Felső zápor délelőtt még várható. Az északkeleti szél helyenként megerősödik, délutánra 13 fokig emelkedik a hőmérséklet. Hidegfronti hatás van térségünkben. A hónap utolsó napjaiban a változó felhőzet mellett több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Jelentős csapadék nem valószínű, főként hétfőn és kedden lehet helyenként kisebb eső, zápor. A csúcshőmérséklet jellemzően az átlagos körül alakul. Északánként elsősorban a szél csendes, tartósan derült helyeken fagypont alá csökkenhet a hőmérséklet.